Sziasztok! Ebben a részben az élőcsalikkal fogok foglalkozni, ezen belül is a csontival és a pinkivel. Akit érdekel, tartson újra velem! A legutolsó Dunai filmben megígértem, hogy bemutatom számotokra azt, hogy én hogyan bánok a csondikkal, hogyan tárolom, hogyan használom fel, hogyan citálom, hogyan mászhatom, hogyan készítem elő a horgászatra, úgyhogy most ezt az ígéretemet betartom, és akit érdekel, akkor azt tényleg tartson velem. Először is essen szó a csontkukacról és a pinkiről, mint a két talán legismertebb élő csalink. Úgy gondolom, hogy a csontkukac a régi ősi giriszta csalinkkal vetekszik már, népszerűségbe, hanem népszerűbb, minden horgászboltban beszerezhető, egy nagyon univerzális, klassz euh, élőcsariló van szó, főleg a keszek horgászatban, és pontyhorgászatban jeleskedik ez a csali, és nem is igazán euh, szeretném túl lihegni magát a csontkukacot, én sem tudok róla oly-oly sok mindent, annak ellenére sem, hogy a Claudio barátoméktól szerzem be, a Film KFT-től szerzem be már évek óta a csontkukacaimat, magam számára is, és a bolt számára is. De soha nem kértem, hogy vigyem be a gyárba, mutassa meg a műhelytitkokat. Bármi hihetetlen, nagyon komoly tudást igényel a csonti nagy mennyiségű előállítása. Ezt a nagy mennyiséget úgy képzeljétek el, hogy Európában van egy 5-6 gyár talán, ami jelentős nagyságú, és legalább 20-25 tonna csontit állítanak elő naponta, nem havonta, nem hetente, naponta. A két legismertebb légylárva az a csontkukac és a pinki. Kezdjük a csontkukacsal. A csontkukacot, amikor elmentek egy boltba vásárolni, általában egy ilyen mixes formába találjátok, ez annyit tesz, hogy a fehér alapszínű csontihoz kevernek különböző színű csontikat, a legelterjedtebb színei talán a sárga, narancssárga és a piros, de senkinek ne gondolja azt, hogy ezt kívülről szépen befestegetik ezeket a csontikat, nem, abszolút nem így történik, annyit azért én is tudok, hogy a táplálékra teszik rá a festéket, a megfelelő színű festéket, és ahogy megeszi a csonti belülről festődik meg, ez egy hosszantartó, kívülről bárhogy tároljátok, akár heteken keresztül is ez a festék nem fog lekopni. Úgyhogy belülről szegényke a táplálékkal megeszi ezt a festéket, és így nyeri el a végleges színét. Már említettem is ezzel, hogy a alapszín az a fehér, tehát a természetes színe az a fehér szín, és a legelterjedtebb színei az a piros, a narancsárga és a citromsárga. Ezen kívül láttam még már kéket, zöldet, ritkán, de láttam, és nekem van még egy favorit színem, ez a rózsaszínes, pinkes, rubinos színű csonti. Nagyon-nagyon szeretek vele folyóvízen horgászni, főleg paducos pályán például. Ott egy verhetetlen csalinak számít az egy szem rubin színű csonti, a piros pinki mellett a színek külön-külön, hogy miért jók, nagyon-nagyon jól variálható, egy ilyen kontraktos színű csalikat tudunk szépen felkínálni a halaknak, és nem mindig csak a két-három-négy szem fehér csontkukacot, hanem láthattátok nálam a fehér és a piros csali kombinációt, rendre használom a folyóvizeken, vagy pedig fordítva a pirosat használom, hogy több piros és egy fehérrel, de a piros mellett a narancssárga színű is nagyon-nagyon jól működik a folyóvizeken, minden folyóvízi hal nagyon-nagyon szereti, és az is előfordul, hogy néha eredményesebb, mint mondjuk a fehér-piros vagy a piros-fehér kombó. A piros szint például az angolok nagyon-nagyon előszeretettel használják, féderes és mecsbotos horgászatnál is, általában kinyúlt, lefullasztott állapotba feltűznek két szem piros csontit, és egy nagyon-nagyon eredményes nagy dévércsalinak tartják, többször kipróbáltam, nekem is eredményesen működött a citromsárgáról még nem beszéltünk, a citromsárgára az olaszok esküsznek iszonyatosan, ők meg ugyebár bár kárászos pontyos pályákon horgásznak, vizeken horgásznak főleg, és a citromsárgánál, hogy egy fehér és két-három citromsárga esküsznek, hogy a kárász mindennél jobban-jobban szereti elfelé tapasztalatom még annyira azért nincs, ahol nekem kifejezetten kárászra kellett horgászni, nagyon működött a siba fehér-piros, vagy akár a fehér csontkukac is, de rendre-rendre rakok fel sárgát, és a tuti csalizásomat is elárultam már nektek, talán többször is filmben, az pedig a két fehér, egy sárga és egy piros, nekem ez volt mindig a hogy hogyha a csontival kellett ilyen kárászos pontyos pályán horgászni, úgyhogy abban is ott van a sárga szín is. Beszéljünk egy picit a pinkiről is, félreértés ne essék, egyáltalán nem arról van szó, hogy a csontit kölyök korába, vagy gyerekkorába kiszedik a tenyészetből, és abból lesz a pinki, abszolút nem így van. Ezt is tudom, hogy a csonti és a pinkihez két különböző légyfajtát használnak a tenyésztéséhez, a az előállításához, úgyhogy a pinkit, amikor már ilyen viszonylag szép nagyon megveszitek, az egy teljesen kifejlett állapotban van, és nem pedig egy baby csonti, úgyhogy teljesen két külön élőlényről beszélünk, még ha nagyon hasonlítanak is egymásra. A pinkivel leginkább kereskedelmi forgalomba csak a piros színűvel találkoztok, ez a leges-leges legelterjedtebb, ha valaki pinkit kér, mindig igazi pici piros ö, csalikra gondol, viszont ennek is van ugye bár a natur természetes fehér színű változata, és ebből is készítenek néha narancssárgát, és, és ilyen pinkes rózsaszín színűt is, de én úgy gondolom, hogy a versenyhorgászatot kivéve ö, abszolút nincs ö, létjogosultsága a használatának, a versenyhorgászok pedig ö, már tudják, hogy mire lehet használni, szerintem életemben én se horgáztam, mert 5 liter ö, Natúr színű fehér pinkit összesen. Nagyon kevés az a víz, ahol versenykörülmények között használni kell. Talán mondjuk a látóképű víztározó jut eszembe, és a kunsági csatorna, ahol használtam, ahol sok apró karikakeszeget és bodorkát kell fogni. Na, olyan helyen a szúnyoglárva mellett egy fő csalivá vált mindetetni, mint csalizni a, a fehér színű pink is, de normál horgászatba. Teljesen mindegy, hogy két szem ö, fehér csontit tűzök fel, vagy három szem ö, fehér pinkit. Abszolút nincs jelentősége. Ahogy láthatjátok, milyen mi nagy tálcákban tároljuk itt a boltban a csontkukacokat, és nem véletlenül vannak fűrészporban, több szerepe is van a jól előkészített fűrészpornak, amiben tároljuk a csontit. Egyszer a testükről elveszi a nedvességet, ezáltal egy kicsit a kellemetlen ammónia szagot is, és mivel a boltban nagy mennyiségeket kell tárolni, és nem ilyen fedeles csontis edényekbe tároljuk a csontikat, hiszen néha 50-60-80 litert is tárolunk egyszerre, nem győznénk ilyen dobozokba. Úgyhogy így tároljuk a boltban, ilyen 5-6 liter van egy ilyen tálcában, és nagyon fontos az, hogy ahogy élnek ebbe a dobozba, ha nem lennének fűrészporba, akkor megnedvesednének, és szépen elszöknének a hűtőbe, majd onnan a boltba. Még így is ez a gondos tárolás mellett is előfordul évente egyszer-kétszer, hogy reggel arra jövünk be, hogy mindenütt csontő van a boltba. Olyankor aztán őrült nagy takarítás van, majd néhány nap múlva légy kiengedés de hát sajnos ez is előfordul. Na szóval í mi így, mi tároljuk a boltba, és én így tárolom a saját csontkukacaimat is. Egészen pontosan, ha én külön viszek magamnak már, akkor ilyen csontis is dobozokban tárolom. Egy ilyen 1,8 literes csontis is dobozba állt, ilyen, ilyen 1,2 liter, olyan 2 harmadik, max. 3 negyedik szoktam tenni, és fűrészforban tárolom mind a felhasználási pillanatáig hogy miért is kell ez a fűrészpor. Sokan úgy gondolják, hogy tök felesleges. Ha elmentek, vesztek a boltba mondjuk délután egy liter csontit, és másnap reggel kimentek pecázni, akkor semmi szerepe nincs, vagy úgy hagyjátok az acskóba, vagy egyszerűen beleborítjátok egy ilyen csontis dobozba, ráteszitek tetőt, bedobjátok a hűtőbe, reggelig az ég a világon, semmi baja nem lesz. Viszont ha több napig kell tárolni, akkor elkezdenek nedvesedni, sőt már még habosodni is, és azt azért utána jól felhasználni, eredményesen felhasználni. Egy, kusztustalan, kettő nem lehet. Csonti tároláshoz kell bár az edény, amiben tudjátok tárolni, kell egy jó minőségű fűrészpor, és kell egy valamilyen hűtőszekrény. Nézzük, az edényről már beszéltem, ez a, nekem ezek a stonfós edények vannak, láthatjátok zöldbe, fehérbe, mindenféle színbe. Imádom őket, 8-10 évesek, és az ég világon semmi bajuk nincs. A másik nagyon fontos az a fűrészpor. A fűrészpornak világos színű és lehetőleg fenyű fűrészpornak kell lenni, szerintem nagyon-nagyon fontos. Az ilyen mindenféle keményfa fűrészporok, vagy ilyen bútorlapnak a fűrészpora az abszolút nem helyes és nem jó a csontinak a tartásához, mert megfestik a csontikat, megszagosítják a csontikat, nem hogy elvennék az illatát, hanem még, még fokozzák, vagy ilyen büdös ragasztószagú lesz. Úgyhogy mindenféleképpen, hogyha tudtok, akkor szép, tiszta, fenyő, fűrészport szerezzetek be. Természetesen ez így még szerintem messze nem megfelelő, hiszen nem mindegy, hogy milyen üzemből jött az a fűrészpor, lehetnek benne nagyobb fadarabkák, lehetnek benne ö, nagyobb szemcsék, amik majd később lehetetlenné teszik a csontiba való bánásmódot, úgyhogy majd erre mindjárt mutatok egy trükköt nektek. Na tehát ott jártunk, hogy elmentetek a horgászboltba, vásároltatok csontkugacot. Hogy most milyen mennyiséget, az teljesen lényegtelen. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen dobozba, ahogy mondtam, ez az 1-1,2 liter tökéletesen el Ha többet vettetek, akkor legfeljebb két vagy három edényre lesz szükségetek. Általában a boltokban így zacskóban kapjátok a csontkukacot, legalábbis mi így áruljuk, és általában fűrészpormentesen és teljesen letisztázott állapotban kaptok meg egy ilyen csontit. Ha hazaértek, előveszitek a a kicsit arréptolom ezt a dolgot, így előveszitek a csontis dobozotokat, és kibontjátok a csontkukacot, és beleszórjátok ebbe a dobozba. Így. Az első és legfontosabb teendő, hogy fel kell mérni, hogy milyen állapotban vannak a csontik. Ez annyit tesz, hogy elég szárazak-e, van-e benne esetleg már döglött ö, példány, van-e benne esetleg bármi olyan szennyezőanyag, ami nem tetszik nektek benne. Ha nincs semmi, és másnap felhasználjátok, akkor ráteszitek a tetőt, beteszitek a ütőbe és kész. Amennyiben 8-10 óránál tovább szeretnétek tárolni ö, ezeket a csontikat, akkor ehhez fűrészport kell tenni. Ha találtok benne szennyező anyagokat, akkor nagyon egyszerű, Fogtok egy rostát, és át kell mászokni. Na itt kicsit ragadjunk le a rostáknál. A filmekben állam, itt van az kis cuccom, mindig ezeket a rostákat láttátok hasonló edényekkel, és nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a tökéletes csonti és pinki tartáshoz háromféle lyuk méretű rostára van szükségetek. Tehát nem így méretben, hanem a luk méretben. 2 millisre, 3 millisre és 4 millisre. Hogy ez most 1,9 vagy 2,2 vagy 3,4, ez lényegtelen. Tehát nagyjából 2 millis, 3 millis és 4 millis. A 2 milliset használjuk a fűrészpornak a leszitálására, a csontiról és a pinkiről való fűrészpornak a leszitálására, nagyjából ennyi. A 3 mm-eset használom én a pinkiknek az átmászhatására, a 4 mm-eset pedig a csontinak az átmászhatására. Aki csak csontival szeretne foglalkozni, annak csak akkor két rostára van szüksége, 2 mm és 4 mm. Na most ezek a rosták is, ezerféle variáció van. Mint mindenben már, én négy garnitúrát különböztetek meg, euh, mégpedig ilyen kis pici. Csalis edényre való rostákat. A következő garnitúra, amit nálam is láthattuk, nem véletlenül láthatjátok ezeket nálam, hiszen én ezeket a szúnyoglárváknak a gondozásához, mászatásához használom főként, de amióta sokat járunk folyóvízre ragasztott csontival horgászni, azóta ezeket egyszerűbb elvinnem magammal, mint a nagy rostáimat úgyhogy ezeket használom azóta a csontik, pinkiknek a tisztítására, fűrészpormentesítésére horgászat közben. Ebből is létezik ugye már 2, 3 és 4 mm-es méret. Ezek már ilyen tálcákhoz vannak méretezve. Ez így egyébként egy rettentő profi szett a szúnyogoknak a gondozásához is, és a pinkiknek a gondozásához is a legelterjedtebb rosták talán a vödörre, 17-18 literes vödörre rakható rosták, és ebből is van 2, 3, 4, 5 mm-esek, univerzálisabbak, hiszen sok mindenre lehet használni, etetőanyag, föld és minden másnak a rostálására, pinki csonti mászhatásához, viszont ha csak egy ilyen könnyített menet felszereléssel megyünk, akkor bőven elég ezek a, akár ez a kis alapszett is. És akkor van a negyedik kategória, minden még nagyobba, ami már Dézsára való. Szerintem ez egy átlakorgás számára e, teljesen felesleges, viszont ha megvannak ezek a rostáitok mondjuk a finomszelékes horgászatból, ahol sok etetőanyaggal bánunk, akkor azokat is gyönyörűen tudjátok használni. Oké, és kezemben a két mm rosta, és arról már beszéltem, hogy a fűrészpornak milyennek kell lennie, most viszont mutatok nektek egy nagyon jó trükköt. Normál esetben azt csinálják az emberek, hogy megveszik a csontit, ráborítják ezt a fűrészport, jól el van benne. Viszont, ha a fűrészporban vannak mindenféle ilyen nagyobb darabkák, akkor hiába szitálod a vízparton le ezt a csontkukacot, akkor mindenféleképpen még át is kell mászatni, hiszen a, mi átfér a lukon, az át fog hulni, de a nagyobb darabokot maradnak a csontikkal együtt, és akkor már teljesen felesleges, sen mászattad le, amikor hazaértél, teljesen feleslegesen tisztítottad le, mert benne marad a fűrészpor. Tehát én úgy szoktam csinálni, hogy egyszerűen megfogom, és magát a fűrészport leszitálom, már eleve a 2 mm-es rostán. Így. És akkor láthatjátok, hogy van szép, tiszta fűrészporom, mind 2 mm, vagy annál kisebb szemcsék, és vannak ezek a nagyok, amit eleve már dobok a szemétbe. Most ez az egyik csont is dobozom lesz a szemetes, így. Na. visszaborítom ide a fűrészport, és van gyönyörű szép leszitált fűrészporom. Itt a boltban megvásárolt szép a csonti, ha gondolt vele, akkor ha gond van vele, akkor viszont át kell mászhatni. Fűrészport félretesz. Egy másik csont is doboz. Elővesz, pontosan ugyanolyan. Jöhet a 4 mm-es és szépen rakok rá csontit, de csak keveset. Nagyon fontos az, hogy semmivel nem fog gyorsabban átmászni a csontitok, ha csurigögtátok a rostát, viszont helyette addig izegnek, mozognak, hogy a kellemetlen koszok, vagy bábok, vagy döglött példányok is átkerülnek, és legalább két-három sorral kell lemászhatni ahhoz, hogy tiszta legyen a csonti. Úgyhogy figyelem, rostára egyszerre csak keveset teszünk, és akkor nagyon gyorsan átmásznak. Na, itt vannak, már alig vannak egy páran fönt, nagyon fontos az, hogy, és látjátok, a 4 mm-esen is éppen, hogy át tudnak mászni az ilyen kis szerencsétlenebbek, nagyon fontos az, hogy sokkal nagyobb ne legyen, mert akkor áthullik a döglött is, meg a kosz is, meg a báb is, meg minden egyebek. Ha most itt lenne fönt mondjuk 20-30 döglött meg báb, akkor ezt fognám, így leborítanám a szemétbe, és akkor jöhet újra. Nagyon fontos az, hogy egyszerre csak Keveset, vékonyan, max úgy, hogy majdnem lásd a rosta szemeit alapból. És akkor gyönyörű, szépen, már csalnak át fel a rostán. Egyébként, ha kellően szobahőmérsékletűre felmelegednek már a csontik, akkor egy liter csontinak még ezen a pici rossz stán is az átmászhatása szerintem maximum 3-4 perc, úgyhogy felesleges tényleg ez a, ez a beleborítom a csontit, aztán majd lesz valami. Nem, így szépen lassan át kell Átmásztak a csontik, és akkor jöhet hozzájuk egy nagyon pici fűrészpor. Én általában úgy szoktam, hogy literenként nagyjából egy deci átszitált fűrészport teszek a, a csontikra. Ha tovább kell e, esetleg eltárolnom, akkor egy pár nap múlva leszitálom róluk már a elhasználódott fűrészport, és akkor teszek rájuk frisset. Így kaptok egy olyan csontit, amit akár egy-két hétig is tökéletesen el tudtok tárolni. Max egy picit fűrészport kell rajta cserélni, és ennyi. Na, most jön a következő trükk. Mindenki észrevehette azt, hogy a hűtő szekrények azok szárítanak. Mert a hűtőszekrény úgy van felépítve, hogy kiszedi a párát, és csak száraz levegőt fúj vissza a helyére. Viszont ez lefogyasztja a csontikat. A szép nagy kövér csontik le fognak fogyni, és kis pici töpörödött kis valamik lesznek nem azért fogytak le, mert euh, éhesek, nem azért fogynak le, mert euh, a béltartalmuk kiürült, hanem azért fogynak le, mert a hűtőszekrény kiveszi a párásságot, magyarul a csonti folyamatosan veszít a test nedvességéből, és ezért összemegy. A következő trükk, mondjuk ha egy hétig el kell tárolnod a csontkukacot, azért, mert akkor volt időtök megvenni, mondjuk hétfőn és vasárnap mentek horgászni, vagy azért, mert megvettétek szombaton, de vasárnap szaridő volt, rossz idő volt, nem mentetek ki horgászni, és megmarad majd a következő hétvégére, akkor nagyon egyszerű, néhány csepp vizet kell tenni a fűrészporra, össze kell keverni vele, és olyannak kell lenni, mint egy, egy ilyen földnedvesre kell a fűrészport beállítani, bele a csontikat, jöhet rá a tető, ha jól rápattintottátok, még a nedves fűrészpor ellenére sem fognak kiszökni a csontik, viszont helyébe szép nagy kövér csontikkal fogtok egy hét múlva találkozni. Eljött az idő, felszeretnénk használni a csontkukacot. Többféle módja van ugyebár a felhasználásának, vagy élve kint a vízparton, mondjuk csúzlizva, vagy poharazva, vagy csak horogra használva, vagy ragasztott csonti készítéséhez, vagy pedig fagyasztott, vagy pedig fullasztott csontinak, pinkinek az elkészítéséhez. Következő a feladat, mondjuk most fagyasztott és fullasztott pinkit fogunk készíteni, horgászat előtt. A fagyasztottat elég egy 24 órával, ha jó a fagyasztótok, ha nem, akkor inkább 48 órával, a fullasztottat pedig inkább 48 órával előtte. Előveszitek a csontit, Jöhet a kettő millis szita, hiszen azzal készítettétek be a fűrészport, és gyönyörűen leszitáljátok a fűrészport róla. Így, és átborítom egy másikba. A szitálásnál is látom azt a problémát, ezerszer elmondtam gyerekek, keveset, keveset, bár szerintem ti már tudjátok, csak egy-két filmkészítő, nem? Keveset, mert akkor tudod hatékonyan rázni, tudod hatékonyan mozgatni, és nem fog mindenfele a csonti menni. A kettő nem kell félni, nem fog belemászni a csonti, főleg, ha jól mozgatjátok. Így, mint láthatjátok, egy liter csontit 5-6 adagra egy perc alatt le lehet rostálni. Így kész is vagyok, itt van az egy liter csontkukacom. Oké. Okay. Fagyasztott csonti, mondjuk. Fagyasztott csontihoz kell egy jó minőségű zacskó, amit be tudtok tenni a fagyasztóba, és kimérni adagokba, amennyit szeretnél. Mondjuk én most fél liter fagyasztott csontit szeretnék csinálni, így. ha többet és ekkora az acskótok, akkor is inkább kettő zacskóba tegyétek. Így. Itt van a csonti benne az acskóba. Összefogjátok így a száját, és kinyomjátok belőle a levegőt. Nagyon fontos, annál hamarabb megfagynak, hogyha nem tudnak mozogni, meg nem kapnak levegőt. Utána így megpörgetitek az zacskót, mint a hálat, és bekötitek a száját. Így. Ezt a kötést én általában így leszoktam ide így húzni, így. Készen van. Itt is egy jó tanács. Ha elfelejtettétek és este teszitek be, és másnap reggel horgászversenyekkel kell, vagy horgászni kell vele menni, akkor én szoktam, és így kimaszírozom, szépen minél vékonyabban legyenek, hiszen annál hamarabb átfagy a csonti. Így, beteszitek szépen a hűtőnek a leghidegebb pontjára, én ugyanebbe a hűtőbe tárolom a jégakuknak használt ilyen másfél-két literes ásványvizes üvegeket is, és úgy szoktam, hogy beteszem, és így a tetejére teszem még az üveget is, szépen préselődnek, és garantáltan piszok gyorsan lefagynak. Másnap fogjátok, kibontjátok egy ilyen dobozba, beleborítjátok a fagyasztott csontit, öntetek rá vizet, de ezről már ezerszer volt, és még lesz is téma a filmekbe. Jó, fullasztott csonti, most én visszabontom ugyanezt a csontikat. Én valamért egyszer ezt elengedtem, ezt a fullasztott csonti gyártását, nem akartak lefulladni a pinkik, még két és fél nap múlva is mászkáltak az etetőanyagomba egy-két órá utána a horgászverseny megkezdésével, úgyhogy én ezt elengedtem, én ha tehetem, mindig fagyasztok, sőt, inkább vittem magammal a fagyasztót, kis mini fagyasztót a szállásaimra, de nagyon-nagyon sokan, sőt, azt mondom, hogy a magyar élmezőny 80%-a az hullasztott csontival és pinkivel bánik, mert ez az egyszerűbb. Megfogtok egy üres ásványvizes üveget, beleborítjátok azt a mennyiségű csontit és pintikit, szépen beletöltitek, amit szeretnétek, csorig engeditek az üveget vízzel, ráteszitek a kupakot, és úgy hagyjátok, ezt nem kell hűtőbe tenni, hűvös helyen legyen, ne forjon fel a napon, de ennyi. És két nap alatt szépen lekómásodnak ezek a szerencsétlen kis jószágok, és akkor föl tudjátok használni fullasztott csontiként. Én a fagyasztottat jobban szeretem, de ezt mindenkire rábízom, hogy melyik. Egy a lényeg, ezen a módon előkészített, lemászhatott, leszitált, szép, szintiszta csontit tegyetek, semmi szín alatt ne fűrészporosat, mert akkor a vízbe kiázik a fűrészporból, a fából az a mindenféle gyanta, meg cucc, meg akármi, és az, az megint nem jó, úgyhogy így kell szintisztán fagyasztani, és így kell szintisztán ö, folytani. Na, következő felhasználási mód, visszateszem rá a fűrészport, a felhasználási módok bármilyen lehet, de leginkább általában csúzlis bejuttatás mondjuk egy rakósbotos horgászatnál, csészés bejuttatás mondjuk egy pontyozásnál, vagy ragasztott csont is bejuttatás egy fédernél, vagy egy rakósbotnál. Tehát egy a lényeg, bármilyen módszerre használjátok fel ezeket a csontikat, mindig jó, ha abból indulunk ki, hogy fűrészporban tárolt, száraz állapotú csonti. Mert akkor te tudod befolyásolni a körülményeket. Ha fűrészpor nélkül beteszed így, és behabosodik meg e, egyebek, benedvesedik, hogyan lesz abból jó minőségű e, pikkpak előállítható ragasztott Sehogy. Na, úgyhogy kimentünk a vízpartra, ugyanez a feladat. Szépen e, leszitáljátok és felhasználjátok még a csonti lövésnél is leszoktam szitálni, hogyha fúj a szél, akkor a fűrészport ne fújja vissza a szemembe, úgyhogy mindenféleképpen így. Viszont hogyan utaztassuk ezt a csontit? Erről is beszéltem már többször is, de aki nem látta, én nyáron, ha messze megyek főleg, mondjuk egy Dunára, ami két-két és fél óra út legalább hűtőtáskába, jéggel, és mire a horgászatot előkészítem, addigra bőven átmelegszenek annyira, hogy szépen nyüzsögjenek, mozogjanak, mert azt a legkönnyebb számomra például megragasztani. Ha télen utazok, vagy már hideg időszakba utazok, akkor az autóba nem hátúra teszem, hanem egy olyan helyre teszem, ahol viszonylag jó idő van, nem feltétlen mondom, hogy a fűtéshez oda, mert az két óra alatt akár meg is főhetnek, de egy, egy kellemes hőmérsékletű helyre teszem az autóba, és akkor szépen nyüzsgő, mozgó csontikkal érkezek meg a Dunapartra, és már gyönyörűen tudok bánni a ragasztással és egyebek. Azt hiszem, erről a témáról nagyjából ennyit tudok elmondani. Találkozunk szerintem legközelebb valamilyen más témával. Nagyon hideg van még, hűsi van még, úgyhogy leginkább valami hasonló műsorral, akár az iMix-et fogom folytatni, vagy egy írósztoros rész fog következni, de addig is nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, szaladjatok csontit venni, de elhogy is, majd ha jön a jó idő. Sziasztok!